rendkívüli intézkedések, oktatási szünet és digitális tanrend van több iskolában. Korlátozások, a temetéseket is érintik az új járványügyi szabályok. Együttműködés, a régióban működő céggel kötött megállapodást a Nyíregyházi Egyetem. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Rendkívüli szünetet rendeltek el a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában, és tanítási szüneten van egy osztály a Bárczi Gusztáv Általános Iskolában, valamint a Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsei Károly tagintézményében is. Több iskolában pénteken jár le a rendkívüli szünet, így jövő hétfőn, azaz november 23-án újraindulhat a jelenléti oktatás az érintett intézményekben. Meghosszabbította az országgyűlés a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet hatályát, miután novemberben megszavazták a járvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvényt. Az intézkedések bár nem érintették a bölcsődéket, az óvodákat és az általános iskolákat, a koronavírus helyzet miatt azonban számos nyíregyházi intézményben korlátozásokat vezettek be. Rendkívüli szünetet rendelt el az oktatási hivatal a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában november 17-től 20-áig, és tanítási szünet van a Bárczi Gusztáv Általános Iskola egyik osztályában is. Az operatív törzs digitális tanrendet rendelt el a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsei Károly tagintézményében, ahol egy dolgozó pozitív tesztje miatt került hatósági karanténba egy 18 fős osztály. Számukra is november 23-án hétfőn veszi ismét kezdetét a jelenléti oktatás. A Kazinciban 5 dolgozó és 4 szülő betegedett meg, ezért az oktatási hivatal november 16-a és november 20-a között itt is rendkívüli szünetet rendelt el. A Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményei továbbra is közlik honlapjaikon a fertőzöttség éppen aktuális adatait. Ezek szerint a legsúlyosabb a helyzet a Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégiumban, ahol 8 diák és 6 dolgozó kapta el a koronavírust. A Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza tagintézményében 1 dolgozó és 2 tanuló beteg, valamint 24-en karanténban vannak. A Krudi Gyula Gimnáziumban 4 tanuló, az Apácai Általános Iskolában 3 tanuló és 1 dolgozó, az Arany Gimnázium Zelk Zoltán tagintézményében 1 tanuló és 2 dolgozó, a Móra Ferenc Általános Iskolában 1 tanuló és 1 dolgozó, a Göllesz Viktor Szakiskolában pedig 1 dolgozó fertőződött meg igazoltan a koronavírussal. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumból 1 beteg és 1 karanténban lévő dolgozóról számoltak be, a Vikár Sándor Zeneiskolából 1 tanuló, míg a Zrínyi Ilona Gimnáziumból 3 tanuló van karanténban. A Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi tagintézményéből, a Ridánsből, a Kölcseiből, a Kodályból és az Aranyból viszont nem jelentettek betegeket. A szigorítások miatt sok helyen a szülők nem léphetnek be az iskolákba, a gyerekeket egy előre meghatározott rendben engedik ki, ráadásul több helyen arra is figyelnek, hogy nem mindenki ugyanazon az ajtón egyszerre közlekedjen. Kismértékben nőtt a temetkezések száma a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei temetkezési Kft. Területén. A korábbinál valamivel hosszabb, 3 hetes várakozási idővel kell számolni. A temetkezéseket is érintik a járványhelyzettel összefüggő korlátozások. Az egyhete megjelent kormányrendelet intézkedik arról, hogy november 11-től a szertartást vezetővel és az egyházi szolgálatot tevő kísérővel együtt összesen 50 ember vehet részt a temetési szertartásokon. A megyei temetkezési Kft. Által üzemeltetett temetők zárt ravatalozóiba kizárólag az elhunyt közeli hozzátartozói mehetnek be. A többi gyászoló a létszámkorlátot betartva a ravatalozó épület előtt róhatja le kegyeletét. A maszkviselés és a távolságtartás szabályait itt is be kell tartani. Ajánlott kerülni a közvetlen személyes kontaktussal járó részvétnyilvánítást. Az ügyfélfogadói helyiségekben egyszerre csak 2 hozzátartozó intézheti a szertartással kapcsolatos dolgokat. Jogkövető állampolgárokként betartják jelenleg ezeket az intézkedéseket. Tehát a temetéseknél mi is megtettünk mindent, a padoknak, az ülőhelyeknek a számát korlátoztuk. Igyekeztünk, hogy csak 50 fő, vagy annál kevesebb érhessen be a ravatozó épületében. Eddig úgy néz ki, hogy tolerán
lássak a gyászolók. Vannak olyan családok, akik 4-5-en jönnének ügyet intézni, ekkor a kollégáim felszólítják őket, hogy csak 2 hozzátartozó tartózkodhat az intézésnél, de ez egyre ritkább, igyekeznek betartani a szabályokat. Általános időszakban is megterhelő az a temetkedési szolgáltatási tevékenység, tehát a sírások, a temetésrendezőket jelentős mértékben igénybe veszi, mind lelkileg, mind fizikailag. Kismértékű esetszámnövekmény figyelhető meg az elmúlt időszakban, tehát most körülbelülegesen 3 hétre adunk, tehát december elejére adunk időpontot a temetkedési szolgáltatási tevékenységünkre. A szokottnál is nehezebb helyzetben vannak a társaság dolgozói, közülük többen is betegséggel küzdenek. Úgy néz ki, hogy mind a 3 kollégánk az COVID-19-el fertőződött. Mi helyettesítéssel megoldottuk, vagy átirányítással megoldottuk, hogy zökkenőmentes legyen a szolgáltatás. A társágunk mindent megtesz azért a fertőzlenítés és a védőeszközök biztosításában. Én már közel 2 hete vagyok lenne a ügyfélszolgálaton, eddig még semmiféle egyéb tünetem nincsen, igaz, betartva a védelmi szabályokat. Az utóbbi időben kismértékben nőtt a temetések száma. Az előző év hasonló időszakához képest viszont 1,2%-kal kevesebb az urnás temetés. A megyeszékhelyen továbbra is ez a jellemző, még vidéken inkább a koporsós búcsúztatás. Mindez a vallási hovatartozástól, az életkortól és a végrendelettől függ, tájékoztatott Pénzes Tibor. Örömmel jelentem be, hogy idén is küldünk karácsonyi ajándékcsomagot a nyíregyházi nyugdíjasoknak. Ez jelent meg ma Dr. Kovács Ferenc hivatalos Facebook oldalán. A polgármester úgy fogalmazott, az önkormányzat 2013-tól minden esztendő végén kedveskedik ezzel. Bár ebben az évben számos nem várt nehézséggel kellett szembenéznünk, Nyíregyháza a koronavírus járvány ellenére is stabil pénzügyileg, ezért idén is biztosítani tudjuk a hagyományos támogatásokat. Városunk erejét bizonyítja az is, hogy a költségvetésünk újragondolása mellett sem kellett olyan sok éve működő támogatásokat megvonnunk, mint a tanszercsomag a kisdiákoknak, vagy a karácsonyi ajándékcsomag az időseinknek. A Városháza sajtószolgálata hozzátette, karácsonyi támogatásra jogosult az a nyíregyházi nyugdíjas, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel. Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel rendelkezik, öregségi teljes vagy résznyugdíjra, vagy időskorúak járadékára saját jogán jogosult, vagy hozzátartozói nyugellátásra jogosult, és ezen a jogcímen az ellátás számára folyósításra kerül. A Magyar Posta ZRT 2020. november 25-e és december 21-e között kézbesíti a csomagokat, idén 25.750 nyíregyházi nyugdíjasnak. A járványügyi helyzetre való tekintettel az átvételt igazoló aláírás helyett személyigazolvány lakcímkártya felmutatása szükséges az átvételhez. Arra kérnek minden címzettet, hogy azokat elérhető helyre előkészíteni szíveskedjenek a kézbesítés elősegítése érdekében. A csomag olyan az ünnephez kapcsolódó élelmiszereket tartalmaz, mint a szaloncukor, kávé, tea, csokoládé és keksz. Hétfőtől visszaköltözik a NAV nyíregyházi ügyfélszolgálata a megszokott helyére. November 23-ától ismét a Szabadság téren változatlan nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Az egészségügyi veszélyhelyzet előírásainak megfelelően továbbra is ütemezetten fogadják a várakozókat. Ez azt jelenti, hogy az ügyféltérben egyszerre csak annyian tartózkodhatnak, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van. A belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata és az orrot is eltakaró szájmaszk viselése. Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért a hatóság kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorbanállást. Hazánkban elsőként a Nyíregyházi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást a Hungarotrack Kft. A felsőoktatási intézmény célja, hogy minél többen válasszák a műszaki, mérnöki és az informatikai szakirányokat. Együttműködési megállapodást írta le a Nyíregyházi Egyetem a Hungarotrack Kft.-vel. A Nyíregyházi Egyetem célja, hogy regionális szinten a tudás központjává váljon, illetve olyan diplomához juttassa a végzős hallgatóit, ami megfelel a munkaerőpiaci elvárásoknak. Ennek érdekében egyre több a térségben működő céggel szeretnének együttműködési megállapodást kötni.
Itt mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a leendő hallgatóink és a hallgatóink jobban betekintést nyernének a munka világába, a Hungarotrack lehetőséget biztosít számunkra a mentoraik segítségével, hogy ezek a leendő hallgatók és hallgatók ténylegesen megismerjék az ott folyó munkát, és ezáltal szeretnénk egy picit a műszaki, a mérnöki és az informatikai szakmákat népszerűsíteni. Az egyetem rektora hozzátette, az intézményükben ezek a szakok most is népszerűek, de egy ilyen szakmai háttérrel a végzős középiskolai diákok könnyebben választják majd ezeket, és a diploma után akár Nyíregyházán is el tudnak helyezkedni. A DAV kamionokat is szervizelő cégcsoport, a Hungarotrack Kft. Magyarországon már több mint 20 éve van jelen, a Szabolcsi megyeszékhelyen pedig a 6. szervizközpontot nyitották meg februárban. A vírushelyzet ellenére is sikeres a cég, és az alkalmazottak számát ez idő alatt sikerült duplájára emelni. Magyarországon ez az első, és büszkék vagyunk arra, hogy ez itt Nyíregyházán, ahol mi is beruháztunk, itt a Nyíregyházi Egyetemmel történhet, ahol egy nagyon, nagyon magas fokú oktatás történik. Viszont a cég életében, ez Amerikában, Ausztráliától kezdve, Hollandiában ez egy bevált szokás, és mi is szeretnénk az anyacégnek a nyomdokait követni itt lokálisan is Magyarországon. A cégcsoport számára nagyon fontos, hogy megfelelő perspektívát tudjanak nyújtani a végzős hallgatók számára. Nem titkolt szándékuk, hogy a diploma átvétele után a végzős egyetemistákat a Hungarotrack egyik helyi, vagy a világon működő bármelyik gyárában alkalmazzák majd munkatársukként. Több online csekk befizetési lehetőséget is kínál az ügyfeleinek a Nyírségvíz ZRT. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Új térburkolatot kap a Kálvin tér, és új járdaszakaszt is építenek. A munkálatok elsősorban a gyalogos forgalmat korlátozzák, a lezárt munkaterületre ne menjenek be. Jelentős anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt csütörtökön késő délután. Egy autó vezetője a Tompa Mihály utcáról úgy hajtott ki a Kígyó utcára, hogy nem adott elsőbséget egy szabályosan haladó járműnek. Személyi sérülés szerencsére nem történt, a tűzoltók segítettek a műszaki mentésben. Forgalmi rendváltozás lépett életbe a Színház és a Malom utcán. A Színház utca egyirányú lett a Toldi utcától a Bessenyei tér irányába, a Malom utca pedig a Bessenyei tértől a Toldi utcáig. A végleges forgalomirányító táblákat csütörtökön délután elhelyezték az érintett szakaszon. Nemek szokásból közlekedjenek a Bessenyei-Bencúr tér környékén, vegyék figyelembe az új kreszt táblákat. Teljes lezárás mellett tart az útfelújítás, ami a Nyírtúra Liba-Bokor Sóstóhegy környéki alsóbrendű utakat érinti. Szerda délutánig tart majd a javítási munka, elsősorban kátyukat szüntetnek meg, szélesítik az útfelületet és biztonságosabbá teszik az útpatkát. Több online csekk befizetési lehetőséget is kínál ügyfeleinek a Nyírségvíz ZRT. A jelenlegi vírushelyzet miatt talán többen is keresik majd ezeket a megoldásokat, így a postai sorbanállás is elkerülhető. A társaság ügyfélszolgálati irodája az új intézkedésekkel egyidejűleg bezártak. Évekkel ezelőtt az ügyféligényeket a személyes jellegű és a papíralapú dokumentumok által körülhatárolt ügyintézés képezte. Mára ez a technika fejlődésével teljesen átalakult. Az emberek mindennapi életében fokozatosan vált meghatározóvá az internet használata, mindez pedig hatással lett a számlák befizetésére is. A postán való sorbanállás helyett egyre többen választják a papírmentes elektronikus számlafizetést, amit a Nyírségvíz ZRT több csatornán is biztosít a felhasználói számára. Csoportos megbízási szerződéssel, akinek van bankszámlaszáma, tudja rendezni számláját a Nyírségvíz ZRT felé az a felhasználó, aki felhatalmaz a társaságunkat, hogy a csoportos megbízási szerződés kitöltésével számlavezető pénzintézete felé benyújthassuk a követelésünket. Ehhez nincs másra szükség, mint a számlán lévő felhasználói azonosítóra, illetve a szolgáltató azonosítóra. A Nyírségvíz ZRT e számla szolgáltatását igénybe lehet venni a díjnet rendszer használatával is. Ennek köszönhetően a számlákat meg lehet nézni, le lehet tölteni, és akár több szolgáltató számláit is egy helyen lehet gyűjteni. Nem kell várni a postán érkező csekket.
Az a három szerencsés felhasználó, aki december 15-ig regisztrál a dinet.hu oldalon, egy értékes telefont is nyerhet a társaság jóvoltából. Lehetőség van még arra, amennyiben van internetes banki elérésük, azaz netbankjuk, hogy egy egyszerű átutalással a felhasználó nevét, felhasználói azonosítóját és a felhasználósi hely megjelölését beírva az utalásba teljesítsék kifizetéseiket, vagy a manapság használatos iCheck alkalmazás is működik társaságunknál, ehhez egy mobiltelefonra, egy ingyenesen letölthető alkalmazásra, illetve a számlán lévő QR kódra van szükség, amelyet egyszerűen fotózhat telefonjával, és ezáltal a számla adatai is rögzítésre kerülnek társaságunknál. A jelenlegi vírushelyzet miatt a Nyírségvíz ZRT a személyes ügyfélszolgálati irodáit, beleértve a műszaki iroda személyes ügyfélszolgálatát is, 2020. november 12-től további rendelkezésig zárva tartja. Az ügyintézés továbbra is elérhető elektronikusan, postai úton vagy telefonon keresztül. Új edző irányítja a nyíregyházi férfi kézilabda együttest. Bozsidár Burszacs volt már a klub játékosa, most pedig trénerként tért vissza. A csapat hétvégi bajnoki a koronavírus fertőzés miatt elmarad, a tervek szerint lesz viszont MB2-es labdarúgó mérkőzés. A nyíregyháza Spartakusz a Szegedet fogadja. Nem sikerült jól a rajta férfi kézilabda együttes számára, az NKC mindhárom bajnokiát elveszítette és kiesett a Magyar Kupából is. Jelenleg az utolsó helyen áll az együttes, melynek a koronavírus járvány miatt sok meccse is elmaradt. A klubot működtető Élsport Kft. Vezetése úgy döntött, változtat, így szerződést bontott a szakmai munkát irányító Tarnavölgyi Gergely Kerekes Tamás edzőpárossal. Helyüket trénerként az a Bozsidár Burszács veszi át, aki egykoron volt a csapat játékosa. Németországból tért haza, a célja pedig az, hogy helyi kötődésű játékosokkal kivívja az NB1B-ben maradást. Az edzők mellett három játékos is távozhat, Gidai Mátét, Nyitrai Lászlót és Újvári Lászlót is felmentették az edzések látogatása alól. A csapat a hétvégén az Ózde ellen lépett volna pályára, de fertőzöttség miatt az a találkozó is elmaradt. A válogatott mérkőzései miatti szünet után folytatódik a bajnoksága a labdarúgó MB2-ben. A Nyíregyháza Spartakusz a Szeged Csanád Grosics Akadémiát fogadja. A két csapat találkozói komoly múltra tekintenek vissza, több mint 30 meccset vívtak az együttesek, többségében a második vonalban. Az 1985-től számolt mérleg nagyon kiegyenlített, 13 spari győzelemmel szemben 11 szegedi siker áll. Utoljára 2019. novemberében 3-0-ra nyert a Spartakusz. A Szeged jelenleg 18 pontot szerezve a 14. helyen áll a tabellán, az első győzelmükre a 7. fordulóig kellett várni, ekkor egy jobb sorozat kezdődött számukra, de az utolsó három meccsen csak egy pontot szereztek, a Doroggal végeztek döntetlenre. A Sparinál sajnos több játékos is megfertőződött, rájuk nem számíthat a szakmai stáb, az utánpótlásból pedig 5 fiatal került a felnőtt kerethez. A vasárnapi mérkőzés 17 órakor kezdődik és zárkapuk mögött rendezik. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Rendkívüli szünetet rendeltek el a nyíregyházi Bem József általános iskolában, és tanítási szüneten van egy osztály a Bárci Gusztáv általános iskolában, valamint a Móricz Zsigmond általános iskola Vécsei Károly tagintézményében is. A temetkezéseket is érintik a járványhelyzettel összefüggő korlátozások. Ezekben a napokban december elejére tudnak temetési szertartásra időpontot adni. Hazánkban elsőként a Nyíregyházi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást a Hungarotrack Kft. A felsőoktatási intézmény célja, hogy minél többen válasszák a műszaki, mérnöki és az informatikai szakirányokat. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!